16 éven aluliak számára nem ajánlott. Na, sziasztok, fiúk, lányok, itt az Evolve. Ugyebár szokásos beállítás. Minden max. Mivel elég szépen bírja a játék fix, mondjuk 80 feletti FPS, sajnos a Fraps az, azt most nem tudom használni, mert vannak kifagyások, illetve az MSI-t se nem szereti a játék. A DXI-bából akkor eldob. Na akkor lássunk is hozzá, már játszottam előtte, csak hát sok volt benne a szitkozás, így gondoltam, hogy akkor kezdjük előről. Most egy jó ideje nem fogyott ki a játék, hogy most már látok benne potenciát, hogy jó lesz. Na, gyorsan egy dolgot megosztanék, így a saját szemszögemből, aztán ismételten megpróbálom. Na, szóval én korábban kipróbáltam a játékot bétából. Hibátlanul futott, jó volt, semmi baja nem volt, stb. Stb. Én naív, mit csinálok, megjelenik a játék, megveszem, stb. Stb. Ez volt múlt hét kedden, ma hétfő van. Igazából azóta próbálok felvenni a játékból, és nem tudok egyszerűen, mivel a játék random összeomlik, amikor 20 perc után van, amikor mondjuk rögtön. És jó, stb. Vártam update-et, valami lesz, jó, nem. Akkor a saját fejemből kipattanó ötletek, Fraps-et kinyomom, kinyomom a MSI-t, a hangkártya drive-et letörlöm, igazából ennyit. Ja, játékot többször újra rakni, elsőnek letöltés alapján, jó, nem jött be, aztán lemezről felrakás, jó, az sem jött be, jó, rakjuk újra az egész Steam-et, akkor sem jött be. Szóval jó, akkor kezdjünk el nyomosan olvasgatni a fórumokon, miket írnak. Na szóval, ez ilyen Nvidia-s probléma, ez a DX hiba, ez az CryEngine motor, ami hasonló leáll, DX hibát ír ki. Több helyen olvastam, hogy ez a problémára az elvileg a megoldás, sok ilyen probléma van, elvileg a driver okozza. Bár ez hülyeségben használtam a korábbi driverrel is. Kettővel korábbit, ami tavalyi volt, az a driver, nekem az nagyon jó volt, és ott is baj volt, szóval már akkor is pedig én azzal játszottam a bétával, és akkor még jó volt. Na mindegy, és elvileg a megoldás az, hogy Windows módba és teljes képernyőbe próbáljuk ki. Valaki azt mondta, hogy lejjebb kell venni a grafikát, azt is olvastam, de hát most azért ez nem egy szar videókártya. Ezeket egy ilyen játéknál bírnia kell, de még a BF is, én azt mondom, hogy az is még komolyabb, mivel hogy hívják, lehet rombolni a környezetet, stb. Még az sem lehet, szóval nem tudom, hogy mi a probléma forrás. Ha továbbra se fog működni, akkor nem tudom mi lesz, azért elég nevetséges, hogy 2015, 10.000 forint, effektív streamen 50 vagy 60 euró, inkább 50, átszámítva az is 15.000 forint, szóval elég komoly összegek ahhoz, hogy most itt az ember kidobja a pénzt, mert effektív nem tudok játszani a játékkal, mert hiába jó, meg stb. Ha elindítom és nem tudok vele játszani. Most többet vagyok a menübe, szerintem átlagban, meg a lobbyba, mint maga a játékból voltam eddig összesen. Szóval, hát igen, egyszerűen nem tudom szabadba önteni a dolgokat. Igazából mennyi lett volna az én kis részem. Aztán megnézzük, hogy mi lesz. Talált a játék, el se hiszem. Fel se tudom fogni, hogy a játék talált 15 perc után. Mivel most elvileg asztalos módba veszem, amit a Shadow of Play veszi asztalban, lehet, hogy halkabb lesz a játék, én meg nagyon hangos, ha ez így van, akkor sajnálom,
igazából nem szeretnék már sehová kilépkedni és lepróbálni, hogy milyen hol a hang, mert jelen pillanatban annyira instabil a dolog. De az a vicc, hogy hiába szar a játék és hiába szidom. Ami nem egy játék szar, csak effektíven államos szar. És ezáltal annyira irritál, hogy tényleg játszanék egy játékot. Most oké, hogy most a Far Cry nem lenne jó, akkor azt mondanám, hogy jó. A Far Cry az, hogy hívják? Az amilyen. Én mindig nem tudok semmit állítani, úgy láttam, hogy mindig várunk. Akkor azt mondom, hogy igen. De közben meg a játék jó lenne. Meg jó is, csak egyszerűen alkalmatlan az, hogy játszak vele. Istenem, sajnálom. Mindegy, hát ha leáll, akkor még továbbra is olvasgatom minden fórumot, amit megtudom, mi a hatékony, illetve a hatásos. Most aztán, de mert fel fog kerülni, hát most akkor lesz mondjuk 10 perces a videó és 2 perc gameplay. Hát most ezzel nem tudok mit csinálni, sajnos, mert többen is írtátok, hogy szeretnétek ebből videót. Na, most pont kaptam egy polipot. Szóval igazából jó lesz ez, jó lesz. Most reménykedjünk, hogy nem fog. Most végig fog menni az első játékmenet, ami eddig kb. Két játékmenetet játszottam, de hármat. De a harmadik az mondjuk ilyen utolsó 2 percben. De jó, három. A első kettő az meg egy fullos játékmenet volt, de az ilyen random, hogy pont bementem, és úgy voltam vele, jó, ebbe úgyse lesz semmi, és akkor vége lett egy ilyen hamar, ilyen 5-6 perccel. Szóval nem egy hosszú játék menet, végülis megölöd a szörnyet is, kész. Reméljük, hogy nem lesz nehéz. Na jó, mondom, legyen egy kis izgalom. Ez a töltés? Ezt már korábban is megfigyeltem, van még csak melyiktől. Amikor aztán látni, csak a többiekre van. Még olyan szép a grafika, nekem nagyon tetszik, jó játék. Na igen, a kúzor ilyenkor előkerül. Ez nem tudok mit csinálni, ez itt lesz. I'll find it. You all follow me. Szóval nekem is két opcióm van, ha ez most működni fog, akkor választhatok vagy kúzor. Hát engem idegesít amúgy, hogy ott van a kúzor, eléggé, de arra figyelek, hogy hol van a kúzor, de még jó lényegtelen. Ha végig fog menni a játék, akkor én már azt mondom, hogy oké. Igazítjuk a billentyűzetet, a mikrofon jó helyen van. Done. Volt egy beakadásom. Ilyenkor szoktam kifagyni. Ilyenkor én kifagyok, simán, lazan kifagyok. Na, milyen gyorsan futok. Ah, Daisy. Merre kell menni? Ja, mert gyorsan futok, aha, ezt teszem. Az repül. Igazából szerintem értelmetlen a berakása. De nem lő ez a cucc, de miért van? Vagy hát miért? Most ezt megnézem. Ja, ah, innen.
gyorsan töltözni. Hol van? Hol van? Arena going down! Ez elég gyors menet volt. Igazából ennyiből áll egy játék. Szóval nem egy ördöngös dolog. Ez egy tök gyorsan lefolytatható játék menet. Tényleg játék az ember mondjuk egy... Most nem akarok hülyeséget mondani, mondjuk egy játék menet legyen mondjuk egy 10 perc, mondjuk játszik az ember 3-at és pont azt mondja, hogy jó. Ez is FPS, csak egy picit másabb, nem ugyanezt a monoton dolgot kell csinálni, mint mondjuk egy C-be, vagy egy kódba, mert picit változatosabb. És ezt teszi egyedivé és jóvá a játékhoz, hát én szemszögebből, mert nekem tetszik, nincs is vala bajom, csak... Még ez sem lenne akkora nagy baj, hogy mondjuk ablakos... képernyőbe kell játszani. Még erre sem mondtam, hogy akkora nagy dolog. De azért elvárnám, hogy tényleg 15-ös évbe adjunk már ki egy olyan játékot, ami... Vagy akkor tényleg csúsztassák, most tényleg ott van a GTA, ott van a Project Cars, mindenkit csúsztatják folyamatosan, mert nem az igazi, és inkább várnak. És ez, akkor inkább ezzel is tényleg várjanak és kész. Sokkal egyszerűbb szerintem, de most úgy látom, hogy jó, bár majd ha harmadik menetnél tartunk, akkor majd azt mondom, hogy ez 100%-os. Most úgy látom, hogy még megint ugyanaz vagyok. Most nem tudom, hogy meddig leszek még ugyanezzel a fegyverzettel, meg karakterünkkel. Igen, unlock. Jó, rank up. Jó, és fegyvert esetleg, vagy valami. Mikor lehet egyáltalán választani? Új szörny. De vagyunk még ketten, nem? Ó, mindegy. Az a kurzor, ez idegesít, de ezt még elviselem. The bucket man says tonight you are cooking food for us. Yes, sir. Látom, the bucket does a bad job keeping us fed, but nothing beats a good old-fashioned cookout. We will eat grilled meats tonight, yeah. Yes. And whatever shitty beer Abe can scrounge up. This is a good plan. This is the best plan. FPS is jó, néha bemegy 55-re, de ezt mondjuk elnézem a játék újdonságának, amúgy meg ilyen 80-an szokott. Na jó, hát változok. Tehát itt 80-ban azért megülünk, most pont egy 40-es szériában vagyok. Végülis ez hiába csinálok így bármit, nem hatásos. Milyen nagyot ugrok. Alapból. Ti hogy fogytok
így hagyjátok magad. Mert én megyek Daisy után. Daisy azt tudja, hogy merre kell menni. A legjobb sem jól remélem. Mondjad, kis kutyám. Mondjad, nem az enyém vagy te. Mondjad, kis kutyám. Miatt bármerre is elmennénk, ezek meg is hol van. Hol vannak a lábnyomok? Diax connected. Szerintem ő lesz a monster. Ez mi? Ezt fogalmam sincs, hogy mi a rák, ami. Ah, fára fel tudok menni? Hát. Ah, hol van a monster? Yo, guys. Trap out! Hát jó, hogy keresem meg. Hangokat kiadok. Na, 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 ujjaj. Jó, csak kettő. Now we are even. This is better. Goliath! That was the last of your armor, monster! Hello, monster! Trap ready. Stand by. Hasta la vista, bebe. Hagyjad már magad. Hova a rákban? Legs, how'd you end up with a bad trap job anyway? You never been to Shear before? Bought her on Winter Station. Shear exports a lot of wildlife. Well, she's worth her weight in gold, the way she zeroes in on the monster like that. This isn't the first time we've hunted monsters. This kind of creature is terrible. I understand why they needed us. Yes, Cabot recruits us. Recruits every famous hunter in galaxy. Now we know why. Oh, was he aware of his affair, you know? The permitting the nation. Yeah. I'm with. Ah, oh, Daisy. Mint a Bled. Hozzá. Szép a grafika. Nekem tetszik. Azt szerintem amúgy full rossz irányba jön. Gondolj itt a szájában, ne? Most ők vannak jó helyen? Van még nagyon csökkent a HP. Van töltő. Hú, de lass. Na, így jó, így jó, gyors. Guys, take the buff, man. Technology to the rescue! How's everyone doing?
Thank you. Nem látom, hogy mikor beszélek. Nem tudom. Innen? Yeah. Over here, guys. My location. Na, vágom, hogy lokalizáltad, nyugodj. Ja, szerzek meg a nappáncét. A kis tagad vagy. Need a medic, please. I'm on you. Keep... Thank you. Tyrant. Ja, így kell, hogy tud úgy is adni nekem HP-t, hogyha megyünk. That's just about enough for you. Oh, me, guys. Some help. Mi ez a tagadszer?